Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Szabó György, a mazsok elnöke, egy büszke izraeli magyar zsidó, Moadim Leszimha. Moadim Leszimha, jó reggelt kívánok mindenkinek. Szép jó reggelt. Ön már ünneplőben van, mint ilyenkor szokott lenni, fél ünnepen. Egész héten ünneplőben voltunk. Hogy sikerült teljesíteni tulajdonképpen a sátorból a micvát? Mit sikerült ebből végrehajtania? Hát gyakorlatilag mindent. Tehát, a szukába aludt. Lubavicsek nem alszanak a szukába, tehát ez ugye szokás, szoknak, vagy szokás jogról beszélünk, vagy szokás szerinti törvényről beszélünk. Nem tudom, hogy az összes haszid irányzat közül ki alszik, ki nem. Lubavics nem alszik a sátorban, tehát én sem. Mikó Aknefes nagy megfázzanak. Van valami külön oka ennek, vagy csak egyszerűen ez a minhág nem létezik? Ez a minhág alakult ki, így van. Értem. Érdekes lesz a hétvége, mert nincs heti szakasz, illetve a szukotról fogunk beszélni. Igen, tehát nagyon érdekes, még mielőtt befejeznénk és újra kezdenénk ugye az egész a zsidóság folyamatos több ezer éves újrakezdését gyakorlatilag. Ugye ez mindig egy megható pillanata legalábbis számomra, amikor ugye befejezzük. Szerintem minden zsidó befejezzük, számára, ugye befejezzük a Tóra olvasását, és újra kezdjük a Tóra olvasását hosszú-hosszú évezredek óta, ami ugye egyben a folytonosságot is, folytonosságra is emlékeztet minket, hogy bármi is történik, bármi is legyen, bármivel is kelljen megküzdeni. Ugye ez a folytonosság töretlenül megy tovább, és működteti gyakorlatilag a zsidóságot. A zsidóság idegenek szerint egy nagyon összetartó nép. És látjuk azt, hogy a kisebb-nagyobb kihagyásokkal, de tényleg össze is fognak. Ennek most egy nagyon érdekes szimbóluma következik, aminek ön a kezdeményezője, hisz a második etapban is az idősebb korosztály és a túlélők elég nagy bajban vannak. Mi is az ön ötlete? Hogy tudja segíteni Igen, tehát őket? Első részben az összetartásról ugye van két nagyon fontos fogalom ugye a zsidó vallásban. Egyik ugye az Ahavat Iszrael, tehát ugye a zsidók. Zsidók szeretete, zsidók szeretete, és ugye a másik pedig, zsidó népszeretete. Zsidó népszeretete, a másik ugye, hogy Kulánu Arevim nevezze, hogy mindannyian felelősek vagyunk a másikért, a másik cselekedetért és a másik sorsáért. Ez nem minden normális országban így van, vagy normális népnél? Én nem tudom, hogy másoknál hogy van, azt tudom, így hogy, kéne, hogy legyen. Hogy a zsidóságnál hogy kéne lennie. Tehát ugye ez két nagyon fontos fogalom, ami általában ugye az, hogy összetartóak a zsidók, igen, bizonyos esetekben igen. Igen, a gond, az egymásról való gondoskodásról mindenféleképpen híresek vagyunk. Az elesettekről, idősekről, beteg emberekről kell való foglalkozásról. Úgy általában ugye emlékezzünk ugye Ábrahám ősatyára, aki ugye a vendéglátásról, Achna Sator Chim, ról beszéltünk ugye annak idején. Tehát igen, vannak ilyen pontok. És ugye a kérdésed második részére rácsatlakozva, igen, úgy tűnik, hogy egy újabb akcióval jövünk ki a holokauszt túlélők számára, ahol is 4800 egységcsomagot fogunk eljutatni a Budapest és a vidéki holokauszt túlélők számára önkéntesek segítségével, amely remélhetőleg két-három héten belül elindul, hiszen meg kell várnunk a csomagoknak a megérkezését. Ezzel is megpróbálni könnyíteni ugye ezt a második szakaszt, ahol egyenlőre egyre rosszabb és rosszabb irányba megy
ugye a járványnak a terjedése. Persze, azon kívül, hogy ezek a maszkok és a fertőtlenítők megérkeznek, azért van ennek még egy emberi oldala, hogy ez az idős korosztály most érezni fogja azt, hogy valaki gondoskodik, hogy oda megy, oda adja neki ezt, rányitja az ajtót. Hát, úgy gondolom, hogy a segítségnek a első két etapjában, hiszen az idei évben ugye a mazsok már két alkalommal 12 millió forintot áldozott ugye egyik a célra, erre a célra. Az első esetben ugye a zsidó egészségügyi szociális intézmények számára került ugye kiosztásra. Második esetben pedig szintén ugye ahol fordítva a sorrendiség, második esetben szintén a holokauszt túlélők számára, tehát ez már remélem, hogy nem új, és ugye tudják a holokauszt túlélők, hogy ugye a mazsok megpróbál gondoskodni róluk minden erejével. Azt láttuk, hogy első alkalommal a fiatalok az iskolák is bajba kerültek, kiosztásra kerültek majd a fiataloknak a támogatásai, ami minden évben aktuális? Már kiosztásra kerültek ugye a szociálisan rászoruló fiataloknak a támogatása, több mint 100 család támogatása történt meg. Szokás szerint két nagy hipermarket láncnak a csekjeivel, amivel ugye vásárolni lehet ezekben az áruházakban. Egy nagyon érdekes döntést hozott a kuratórium, mert ugye a mazsoknak először is a feladata a zsidó fiatalokról való gondoskodás, de ez alkalommal nagyon helyesen úgy döntöttek, hogy akik zsidó iskolába járnak, és nem elérhető egyébként a zsidóságuk, azok is megkapták ezt. Igen, tehát nyilván ugye a diszkrimináció ugye nem az megengedhető. Az ellen küzdünk, nem? Igen, az ellen küzdünk, tehát nem megengedhető, ugye nem annak a nyomozása folyik, hogy ki valójában zsidó, illetve nem zsidó, ugye azok a gyerekek, amelyek zsidó oktatási intézményben jártak, még zsidók is és lehetnek. Ha esetleg nem zsidók, akár még zsidók is lehetnek, ezeknek a gyerekeknek is jár az a szociális támogatás, mint az összes többi másnak. Van-e valami véleménye arról, hogy napjainkban megint előkerül az antiszemitizmus, és kelet-közép-európai országokban, újból Franciaországban, Németországban nagyon ebbe az ünnepi ruhájában nagyon nem lenne biztonságos végigmenni az utcán. Mit lehet ezért tenni a 20. században, hogy azért, mert ön ünneplőbe van, ez másnak ne szúrja a szemét? Illetve, hogy biztonságosan tudja meg. Gondolom, hogy mi jött ide a televízióba, útközben senki nem verte fejbe, senki nem szólt be. Ez itt Budapesten már egy megszokták az emberek, hogy ilyenek is van. Meg kell, hogy mondjam, hogy én teljesen biztonságban tudom magamat. Várom szeretettel minden olyan kedves kontinens társamat, akinek valamilyen problémája van, hogy négy szem közt megbeszéljük az esetleg a zsidókkal való problematikáját, de ugye a viccet félretéve, hiszen ez csak egy félig vicc volt. Ez nagyon nem vicc annak a párizsi férfinek, akit éppen zsinagógába ment és fejbe kollintották. Igen. Pusztán tehát nyilván hogyha nem szabad összetéveszteni ugye a magyarországi helyzetet és az európai helyzetet, főleg a nyugat-európai helyzetet egymástól. Most itt nem akarok hosszú értekezésekbe bonyolódni, mert ugye alig 4 percünk van hátra. Nyilván a Európában az elmúlt években kialakult, ugye most már sokat által új antiszemitizmusnak nevezett történet, ugye gyökeresen különbözik ugye a hagyományos antiszemitizmustól, ami ugye összekötődik az izraellenességgel, összetörténik ugye a bojkotokkal és mindenféle egyéb dologgal. Nyilván borzasztó nehéz ezzel ellen küzdeni. Ugye a szokásos stigmákat el lehet mondani, hogy persze oktatás, meg tanulás, meg mit tudom én, ami én legalábbis... De az nagyon időbe telik. Igen, nagyon hosszú időbe telik, és nem azonnali lépés. Én mindig az erőteljes és szigorú fellépéseknek a híve voltam.
De hát ugye ezek a nyugat-európai áldemokráciák azt szokták mondani, hogy ugye rögtön elkezdik... Inkább anarchiák, nem demokráciák. Nem, áldemokráciákat mondtam. Tehát ezek a nyugat-európai áldemokráciák mindenre képesek, csak arra nem, hogy a egymás iránti gyűlöletet megállítsák, vagy akár csak megpróbálják megállítani. Tehát addig, amíg ez a fellépés nem változik meg, és nem módosul, addig ugye bajban vagyunk. Maradt még egy pici időnk. Szukott után következik Simhat Tóra. Simhat Tóra a világ legszebb ünnepe, amikor mindenkit fölhívnak a Tórához, mindenki táncol a Tórával. Hogy lehet ez Zoomon keresztül? Mert hogy az ember davenol egy kicsit a Zoomon, hát az is furcsa. Meg Jankiport megérni előtte a Zoomon, az is nagyon furcsa. De hát Simhat Tórát hogy lehet megérni így? Nem tudom, és még soha nem volt ilyen. Nem tudom, és továbbra sem fogom tudni, hogy lehet Zoomon megélni, mert nem fogom Zoomon megélni. Hanem élőben fogom megélni, ugye, mint rendes zsidó. Vagy nem, tehát Simhat Tóráról nagyon nehéz lemondani, nem is kívánok róla lemondani. Nagyon sokat beszéltünk Szukott alkalmával a lulevről és az egyéb kellékekről. Mit csinálunk, amikor vége van az ünnepnek a lulevvel, az etrogokból ugye a házasszonyai nagyon, nagyon finom dzsemmet, vagy valamit készítenek, ami nem egy egyszerű dolog, egy ilyen keserű dologból egy édes dolgot csinálni, de mi történik a lulevvel? A több helyen ugye a pálinkát is főznek a lulevból. Ugye meg is kóstoltam, borzasztó rossz, tehát ezt azért én, mint nagy pálinka fan... Ezt a fája fogad akkor mint nagy, mint nagy pálinka fan elmondhatom, hogy borzasztó élmény volt. Ugye általában ugye a lulávot meg szoktuk őrizni Pészakig, és ugye Pészak előestéjén, ugye amikor a Szrefat Hamec, ugye a Hamecnek az elégetése van, ugye akkor szoktuk ugye az addigra már elszáradt lulávot a tűzre vetni. Hát akkor ma Dimle Simha, és minek utána még Simhat Tóra előtt ugye jön a Shabbat, Shabbat Shalom. Kedves nézőim, Shabbat ezzel Shalom. A beszélgetéssel, az ünnepre való emlékezéssel, Szabó Györggyel való beszélgetéssel véget ért már a Pirkadat reggeli politikai magazinműsorunk. Bízom benne, hogy ma is érdekes volt önöknek. Most következik egy zsidó szemüvegen keresztül egy általam vélt objektív híradó. Aki ezt másképp gondolja, ha építő jellegű véleménye van, nyugodtan mondja el, vagy írja meg. Utána jönnek a szabad egyetemek és a mára beígért műsorok. Tartsanak velünk!